A vikomtné, amikor visszament hozzá, ugyanolyan nyájas jósággal fogadta, mint addig minden alkalommal. Bementek az ebédlőbe, ahol a vikomt már várt feleségére. Az asztal pazarfényben csillogott, hisz mindenki tudja, hogy a restauráció alatt ebben a méretetlen pompát fejtettek ki. Bozian vikomt, mint sok fásult ember, alig talált másban élvezetet, mint a dúslakodásban. Ingyenség dolgában csak ugyan 18. Lajos és Exkár herceg követője volt. Asztala így kettős fényüzést nyújtott a tartalomét és a foglalatét. Soha még ilyen látványban nem volt része Zsennek. Először étkezett olyan házban, ahol örökletes a társadalmi előkelőség. A császárság korában a bálokat vacsora fejezte be, mert a katonáknak erőt kell gyűjteniük a harcokra, amelyek kívül is, belül is vártak rájuk. Ezek a bálutáni vacsorák kimentek a divatból, Özsen pedig eddig csak bálokon vett részt. Már volt benne valami a föllépés biztonságából, amely utóbb kitűnő jellemvonása lett. Ez most meggátolta az együgyű álmélkodásban, de a díszes ezüstnemű és az asztal ezer finomsága láttán a tüzes képzeletű ifjúnak, aki a zajtalan kiszolgálást is először csodálta, meg nehezére esett, hogy ne inkább ezt az állandóan elegáns életet válassza a sanyarú nélkülözés helyett, amelyre reggel elszánta magát. Gondolatban egy pillanatra visszacsöppent a polgári panzióba. Oly mélységes undor fogta el, hogy szentül megfogadta magában. Újévkor otthagyja, egyrészt azért, hogy rendes házba kerüljön, másrészt, hogy megszabaduljon Votrentől, akinek széles markát a vállán érezte. Ha arra gondolunk, mi is számtalan alakban jelentkezik Párizs szerte a nyílt vagy lappangó romlottság. Józan ésszel fel kell vetni a kérdést, miféle eltévejedés folytán létesít az állam Párizsban iskolákat, miért csődíti ide az ifjakat, mi menti meg a szép nőket tiszteletlen közeledésektől, és a pénzváltók által kirakatba tett arampénzeket attól, hogy varázs szárnyakon kinerepüljenek a fatálkákból. De ha fontolóra vesszük, még kevés példa akad fiatal emberek által elkövetett bűnökre, sőt, vétségekre, mekkora megbecsülés illeti a türelmes tantaloszokat, akik önmagukkal tusakodnak, és majdnem mindig győznek. Ha valaki híven ábrázolná a szegény diáknak Párizzsal folytatott küzdelmeit, ez a diák a modern civilizáció legdrámaibb témája lenne. Bozianné asszalán igyekezett tekintetével szólásra bírni Özsent, ez nem akart beszélni a vikomt jelenlétében. Elvisz ma este az olasz operába, kérdezte férjét a vikomtné. Elképzeleti mi is szívesen tekinteni olyát parancsnok, válaszolta a vikomt gúnyos udvariassággal, amely megtévesztette Özsent, de találkoznom kell valakivel a varietében. Na, szeretőjével, mondta magában az asszony. Ahuda nem jön el ma este? Kérdezte a vikomt. Nem, válaszolta ingerülten a vikomtné. Nos, ha feltétlenül szüksége van lovagra, Rastignac úr bizonyára szívesen felajánlja a karját. A vikomtné mosolyogva nézett Özsenre. Nem fél, hogy kompromittálom magát? Kérdezte. A francia szereti a veszélyt, mert abban találja meg dicsőségét, mondotta Chateaubriand úr, válaszolta Rastignac könnyed meghajlással. Kisvártatva kocsin robogott Bozianné oldalán a divatos színház felé. Mintha tündéri varázslat történt volna, amikor egy középpáholyba lépve a pompásan kiöltözött vikomtnéval együtt a látcsövek keresztüzébe került, egyik elragadtatásából a másikba esett. Valamit akart nekem mondani, emlékeztette őt Bozianné. Ó, nézze csak, tőlünk a harmadik páholyban ott ül Nasigenné. A túlsó oldalon a nővére
és Traé úr. E szavak közben a vikomtné azt a pávot figyelte, ahol Rosfid kisasszonynak kellett lennie, és mivel nem látta ott Aude urat, az arca fölragyogott. Gyönyörű teremtés, szólt Ezen Nasugennére célozva. Fehérek a szempillái, de milyen szép kacsú a termete. A kezei nagyok, de a szeme szép. Hosszú az arca. A hosszú arca az előkelőség jele. Na, köszönöm szépen azt az előkelőséget. Nézze, hogy emeli szeméhez, és veszi le a lornyonját. Minden mozdulatán kiütközik a goriovér, mondta vikomtné Ezen megütközésére. Bozianné úgy lornyonozta a nézőteret, mintha ügyet sem vetne Nasugennére, pedig valójában minden mozdulatát figyelte. Válogatottan szép közönség volt. Delphine de Nasugennak nem kismértékben hízelgett, hogy teljesen leköti Bozianné szép, elegáns, fiatal unokafivérét, aki csak őt nézte. Ha tovább ostomolja pillantásával botrány lesz belőle, Rastignac úr, semmit se fog elérni, ha így ajtós túron találszba. Kedves rokon, mondta Ezen, már eddig is eredményesen pártfogolt. Ha be akarja a tetőzni művét, most olyan szívességre kérem, amely kevés fáradtságába kerül, nekem pedig igen sokat jelent. Szerelmes vagyok. Ó, már is? Igen. Ebbe a nőbe? Számíthatnék másnál meghallgatásra? Szólt Ezen átható pillantást vett unoka nővérére. Cariano hercegné, Beri hercegné udvarhölgyel folytatta kis szünet után. Ha beszél vele, legyen olyan jó, mutasson be neki, és vigyen el hétfői bájára. Ott majd találkozom Nasugennével, és megkezdhetem az előcsatározást. Szívesen, mondta a vikomtné. Ha már is megtetszett magának, akkor remélhet. De már szét, ott látom Galation hercegné pávolyában, Nasugennél kínokat szenved dühében, a legalkalmasabb pillanat egy nő megközelítésére kivált, ha az illető bankár feleség. A Sosdanten hölgyei szeretik megbosszulni magukat. És mit tenne ön az ő helyében? Csöndben szenvednék. Ebben a pillanatban Aude belépett a vikomtné pávolyába. Félbehagytam a dolgaimat, hogy itt lehessek, mondta, de nem azért hozom tudomására, hogy áldozatnak tekintse. A vikomtné arca fölragyogott, és Ezen láthatta, milyen az igazi szerelem kifejezése, melyet nem szabad összetéveszteni a párizsi kacérkodás komédiázásaival. Csodálta unokanővérét, és szótlanul sóhajtva engedte át helyét Ahudának. Milyen nemes fenkölt lélek, hogy így tud szeretni, mondta magában. És ez az ember elárulná egy babáért. Hogyan lehet ezt a nőt elárulni? Gyerekes dühöt érzett. Szeretett volna Bozianné lába előtt teverni, démoni erőt kívánt magának, hogy szívéhez emelhesse az unokanővérét úgy, mint a sas felleg birodalmába ragadja a mezőről a csejpszopó fehér gödőjét. Szégyelte, hogy itt van a szépség nagy tárházában, ahol csak neki nincs féltett kincse, szeretője. Ha valakinek szeretője van, annak majdnem királyi a helyzete, mondta magában. A szerető a hatalom jele. És úgy nézett Nasugennére, mint ellenfelére a férfi, akit megsértettek. A vikomtné odafordult hozzá, és egy szemrebbenéssel adta tudtára háláját, amiért olyan tapintatosan adta át helyét a márkinak. Véget ért az első felvonás. Van olyan ismerettségben Nasugennéval,
hogy bemutassa neki Rastinyák urat, fordult a Vikomt Néahudához. A bároni el lesz ragadtatva megismerkedhet Rastinyák úrral. A szép portugál felállt és karon fogta a diákot, aki egy-kettőre ott volt Nattingen-né páholyában. Bároni mondta már ki, van szerencsém bemutatni Eugène de Rastinyák lovagot, Bozian Vikomtné rokonát. Kegyed rendkívüli benyomást tett rá, teljesé akartam tenni a boldogságát azzal, hogy elhoztam bálványához. Volt a szavaiban némi tréfás nyomaték, amely enyhítette a bennük foglalt kisé durva gondolatot. Efféle gondolat megfelelő csomagolásba sohas el visszatetsző a nőknek. Nassigenné mosolygott és helyet mutatott maga mellett azon az oldalon, ahonnét férje az imént kelt fel. Nem merem ajánlani, uram, hogy maradjon nálam, mondta Nassigenné. Ha valakit az a szerencse ér, hogy Bozianné mellett lehet, ott marad. Úgy hiszem, akkor teszek kedvére az unokanővéremnek, szólt halkan Özsen, ha önnél maradok. A Márki úr érkezéséig önről és egész lényének előkelőségéről beszélgettünk, tette hozzá fennhangon. Ahuda magukra hagyta őket. Csak ugyanitt marad? Kérdezte a bároné. Akkor hát összeismerkedünk. Rösztóné már egészen felcsigázta a kíváncsiságomat ön iránt. Ha így van, akkor nem őszinte, hiszen bezárta előttem az ajtaját. Hogyhogy, azt mondjam, becsületesen megmondom az okot, de kérem szíves elnézését, hogy ilyen titkot bízok önre, az ön atya ura a szomszédom, nem tudtam, hogy Rösztogrófné az ő lánya. Voltam olyan vigyázatlan, hogy egészen ártatlanul említést tettem a szomszédomról, és ezzel magamra haragítottam az ön tisztelt nővérét és sógorát. Nem is hiszi, mi visszataszítónak találta Langé hercegné és unokanővérem Bozianné a leánygyermeknek ezt a hűtlen elpártolását atyától. Mikor elmondtam nekik a jelenetet, jót nevettek rajta. Ez alkalommal párhuzamot vonok ön és nővére közt. Bozianné igen szépen beszélt önről. Elmondta, mi nagyszerűen viselkedik a szomszédom irán, de hát hogy is ne szeretné Gorió urat, aki önt oly szenvedélyesen imádja, hogy már is féltékeny vagyok rá. Ma reggel 2 óra hosszat beszélgettünk erről. Aztán még egészen annak a hatása alatt, amit édesapjától hallottam vacsora közben, azt találtam mondani unokanővéremnek, hogy ön nem lehet olyan szép, mint amilyen jóságos. Bozianné nyilván tüzes bámulatomnak akart kedvezni, amikor idehozott, és szokott kedvességével biztatott, hogy látni fogom önt. Nolám, mondta a bankárné, már is hálával tartozom önnek. Hamarosan úgy leszünk egymással, mint régi barátok. Ön mellett a barátság sem lehet köznapi érzés, mondta Rastinyák. De azért nem szeretnék pusztán csak barátja lenni. Az ilyen egy kaptafára szabott csacsiságok egy kezdő szájából sose kellemetlenek a nőknek, és csak hideg fejjel olvasva szegényesek. Méretetlenül emeli értéküket a fiatalember gesztusa, hanglejtése, nézése. Nassigenné elbájolónak találta Rastinyákot. Aztán, mert nem tudott felelni olyan unszoló kérdésekre, amilyen a diákéi, női szokás szerint másra válaszolt. Igen, a nővérem árt magának azzal, hogy szegény apánkkal viselkedik, aki igazán gondviselünk volt. Nassigen úrnak a leghatározottabban rám kellett parancsolnia, hogy apámat csak délelőtt fogadjam, különben nem engedtem volna kívánságának, de sokáig szerencsétlen voltam miatta. Sokat sírtam. Ez az erőszakosság, mely nyomon követte a férj durvaságokat, ez zavarta meg leginkább a házas életemet. A világ szemében Párizs legboldogabb asszonya vagyok, a valóságban a legboldogtalanabb. Bolondnak fog tartani, hogy így beszélek, de ismeri apámat, ez elég ahhoz, hogy ön ne legyen előttem vadidegen. Soha senkivel nem találkozhat, szólt Özsen, aki több évvel vágyakozna arra, hogy egészen az öné legyen.
Mit keresnek maguk nők mindannyian? A boldogságot, folytatta lélekhez szóló hangon. Nos, ha egy nő azt érzi boldogságnak, hogy van egy barátja, aki szereti, imádja, akivel bízvást közölheti vágyait, szeszélyeit, örömét, bánatát, aki előtt megmutatkozhat lelke meztelenségében, csinos hibáival és szép erényeivel, anélkül, hogy árulástól kellene tartania, így el. Ez az odaadó, mindig lángoló szív csak egy illúziókkal eltelt fiatal embernél található meg, aki egyintésére képes meghalni, aki mit sem tud és nem is akar tudni a világról, mert számára ön a világ. Gondolja meg és nevessen a naivságomon. Én teljesen újoncként jöttem vidékről, ahol csak szép lelkeket ismertem, és nem számítottam rá, hogy találkozásom lesz a szerelemmel. Úgy esett, hogy megismerkedtem unokanővéremmel, aki szívébe fogadott, s megsejtette velem a szenvedély ezer titkát. Olyan vagyok, mint kerubin, szerelmese minden nőnek, mindig, amíg közülük egynek nem szentelhettem magam. Amikor önt megláttam, amikor ide beléptem, úgy éreztem, áramlott sodor önhöz. Mennyit gondoltam önre, de nem álmodtam olyan szépnek, amilyen a valóságban. Bozi Anné rám szólt, ne nézem folyton. Ő nem tudja, mekkora vonzó ereje van annak, hogy láthatom szép piros ajkától fehér arcát, szelít tekintetét. Tudom, örültségeket mondjak, de engedje mondanom. Semmi sem esik olyan jól a nőnek, mint az ilyen édes szóáradat. Szívesen hallgatja az is, akinek szigorú vallásosságot tiltja, hogy válaszoljon rá. A szerencsés kezdet után a Rasztinyák kacérul, tompított hangon folytatta mondókáját. Nasziganné egy-egy mosolyjal bátorította, de midőn Marcé figyelte. Aki nem hagyta el Galatán hercegné pályáját, Rasztinyák ott maradt Nasziganné mellett, amíg csak férje érte nem jött. Asszonyom, mondta Özsen, leszek bátor önt meglátogatni Cariano hercegné bája előtt. A feleségem meghitta, szólt a vaskos elszászi báró, akinek kerek ábrázata veszedelmes ravasságra vallott. Biztos lehet, afelől, hogy szépesen látják. Jól áll az ügyem, mert az asszony alig rökkent meg, amikor azt kérdeztem tőle, fog-e szeretni? Az ablak paripám szájában van, pattanjunk fel rá és irányítsuk, mondta magában. Özsen mialatt elköszönt Bozi Annétól, aki éppen felállt, hogy Auda társaságában távozzon. A szegény diák nem tudta, hogy a báróni alig figyelt rá, mert levelet várt Marseille-tól, sorsdöntő levelet, amely a lélekbe hasít. Vőt sikerétől boldogan Özsen elkísérte a vikontnét az oszlopos főbejáratig, ahol a kocsik várták gazdáikat. Nem lehet ráismerni az unokatestvérére, mondta nevetve a portugál a vikontnénak, amikor a diák elköszönt tőlük. Még majd felrobbantja a bankot, hajlékony, mint az angolna. Azt hiszem, sokra fogja vinni. Csak maga tálalhatta föl neki ezt a nőt épp akkor, amikor a hölgynek vigasztalásra van szüksége. Csak az a kérdés, szereti-e még azt, aki elhagyja, jegyezte meg Bozi Anné. A diák gyalog ment az olasz operától a Neuf-Saint-Genève utcáig, a legédesebb terveket kovácsolva útközben, észrevette, hogy Restoné, mind a Vicomte-né, mind Nasziganné páholyában állandóan figyelte őt, és föltételezte, hogy a grófné ajtaja ezentúl nem lesz zárva előtte. Számított rá, hogy a marsalné tetszését is elnyeri, így hát már négy elsőrendű kapcsolata lesz párizsi előkelő társaság szívében.
Nemigen firtatva az eszközöket, eleve kitalálta, hogy a világ érdekeinek bonyolult játékában meg kell ragadnia egy kereket, hogy a gép tetejére lendülhessen, és úgy érezte, van ereje a kerék megfékezéséhez. Ha Nassigenné érdeklődik irántam, megtanítom, hogyan kormányozza férjét. Ez a férj aranyat érő üzleteket csinál, segíthet majd nekem, hogy egy csapásra vagyont szerezzek. Nem mondta ezt magában ilyen nyersen, még nem volt eléggé politikus, hogy egy helyzetet mérlegelni, kiszámítani, értékelni tudjon, gondolatai könnyű felhőkként lebegtek szemhatárán, és bár nem volt meg bennük Vautrin eszméinek ridegsége, a lelkiismeret próbakövén éppenséggel nem bizonyultak volna tisztáknak. Az ilyenféle megalkuvások során az emberek eljutnak ahhoz a laza erkölcsi felfogáshoz, amelyet korunk magáénak vall. Hiszen manapság gyérebben akadnak, mint bármikor azok a kemény gerincű, tiszta szándékú emberek, akik sohasem vonzódnak a rosszhoz, és akiknek szemében az egyenes vonaltól való legcsekélyebb elhajlás is bűn. A becsületesség nagyszerű mintaképei ezek. Két remek művű emberábrázolást köszönhetünk nekik. Molière Alkasztját, újabban pedig Walter Scott regényében Jenny Deanst és atyát. Ezzel szemben talán nem kevésbé szép és kevésbé drámai egy olyan mű, mely azt ábrázolja, hogy egy nagyra törő világfi tekervényes észjárással elaltatja lelkiismeretét, igyekezve óvatosan elkövetni a rosszat, hogy megőrizze a külszínt és célt érjen. Mikor a panzió küszöbére írt, Rastignac már Félix szerelmes volt Nassigennébe. Úgy látta maga előtt, mint egy karcsú, kecsesröptű fecskét. Mindent maga elé idézett, mámorítóan édes tekintetét, finom, sejmes bőrét, melyen szinte áttetszik lüktető vére hangjának varázsos csengését, haja szőkeségét. Lehet, hogy a vérét megmozgató gyalogséta még fokozta ezt a bűveletet. A diák keményen megzörgette Goriot apó ajtaját. Szomszéd, együtt voltam Delfin bárónővel. Hol? Az olasz operában. Ő jól mulatott? Jöjjön be. Az öreg egyingben kelt ki az ágyból, ajtót nyitott, és gyorsan visszabújt a takaró alá. Beszéljen róla, kérem. Eugène, aki első ízben volt Goriot apónál, nem bírta leküzdeni megdöbbenését az odulátára, amelyben az apa élt, miután az imént megbámulta a leány öltözékét. Az ablakon nem volt függöny, a falakra ragasztott papírkárpit több helyen levált a nedvességtől, felkunkorodott és kilátszott alól a füsttől megsárgult vakolat. A jó ember étványágyon hevert, csak egy vékony takarója volt, meg egy vattázott lábmelegítője Vauquiné régi ruháinak épp darabjaiból összetoldott húzattal. Padló nyírkos volt és porlepett. Az ablakkal szemközt régi módi öblös hasú rózsafa komód, fiókjain levél vagy virágdíszes venyigeszerű rész fogantyúkkal. Az ócska bútor tetején mosdótálban vizes kancsó mellette borotválkozáshoz való eszközök. Egy sarokban cipők hevertek. Az ágy fejénél éjjeli szekrény állt ajtó és márványlap nélkül. A kandallónál, amelyben tűznek nyoma sem volt, az a négyszögletes diófaasztal, amelynek keresztrúdján Goriot összelapította az ezüst tálat. Rozog a íróasztal rajta a jó ember kalapja, barnás szalmafonatú, alacsony karosszék és két szék egészítette ki a nyomorúságos bútorzatot. Az ágy mennyezetéről, amely fönt valami ronydarabbal volt megerősítve, vörös-fehér kockás silány szövetfüggöny lógott. Bizony,
A legszegényebb hordár padlásszobája is jobban volt berendezve, mint az öreg Gorió szállása itt Vokéné házában. Dermesztő szívszorító látvány volt ez a szoba, a legkomorabb börtönre emlékeztetett. Gorió szerencsére nem látta Özsen arckifejezését, amikor a gyertyáját letette az éjjeli szekrényre, a jó ember állig betakarózva fordult látogatója felé. Nos, melyik tetszik önnek jobban, Rösztóné vagy Nesigenné? Többre tartom Delfin báronét, mert jobban szereti önt. A diák őszinte melegséggel hangzó szavaira az öreg kidugta karját a takaró alól, és kezet szorított a diákkal. Köszönöm, nagyon köszönöm, szólt meghatottan. Mit mondott rólam? A diák szépítve tolmácsolta a báróné szavait, az öreg úgy hallgatta, mint az evangéliumot. Drága gyermek, igen, igen, nagyon szeret engem. De ne higgy el, amit Anasztaziról mondott. Tudja, a két nővér féltékenykedik egymásra, ez éppen a gyöngeségük bizonyítéka. Rösztöm is nagyon szeret, én tudom. Egy apa úgy van a gyerekeivel, mint Isten velünk emberekkel. A szívek mélyére lát, és megítéli a szándékokat. Ők mindketten szerető szívűek, óha. Jó vőim lennének, nagyon is boldog volnék. Hiába, nincs tökéletes boldogság a földön, hiszen ha náluk élhetnék, már attól is, hogy a hangjukat hallom, hogy a közelembe tudom jönni, menni, látom őket, mint egykor, repesne a szívem. Szépen volt öltözve? Igen, felelte Özsen. De Gorió úr, amikor oly pazarul ellátott leányai vannak, hogyan lakhat ön ilyen disznóban? Ó, hogyan, kérem, mondta látszólagos nem törődömséggel az öreg. Mire kellene nekem jobb lakás? Nem tudom ezt ennek annak rendje módja szerint kifejezni. Két szót észszerűen fűzni is nehezemre esik. Itt rejlik minden, mondta a szívére ütve. Az én életem egy leányaim életével, ők mulatnak, ha boldogok, ha szépen öltözködnek, puha szőnyegen járnak. Mit számít, hogy milyen posztóból van az én ruhám, és milyen ágyon fekszem? Nem fázom, ha náluk fűtve van, nem unatkozom, ha ők vidámak. Nincs más bánatom, mint az ő bánatuk. Ha majd ön is apa lesz, ha gügyögő gyermekeit látva azt mondja, ezek az én sarjaim. Ha úgy érzi, minden csepp vérével ragaszkodik az apróságokhoz, szíve virágaihoz, mert azok, akkor azt fogja hinni, teste egy az övékkel. Lépteik önt is hordozzák. Bárhol vagyok, az ő hangjuk cseng a fülemben. Egyetlen szomorú pillantásuk megfagyasztja a vérem. Majd megtudja valamikor, hogy az ő boldogságuk jobban boldogít a magunkénál. Nem tudom ezt önnek megmagyarázni, ezek a belső indulatok egész testemre jó érzést árasztanak, vagyis hát én háromszorosan élek. Mondjak valami különöset, nos, amikor apa lettem, megértettem Istent. Ő mindenütt jelen van, mert az ő műve a teremtés. Így vagyok én, uram, a leányaimmal. Csak hogy én jobban szeretem leányaimat, mint Isten a világot, mert a világ nem olyan szép, mint Isten, de leányaim szebbek, mint én vagyok. Lélekben annyira egy vagyok velük, hogy megsejtettem. Ma este látni fogja őket. Istenem, ha egy férfi oly boldoggá tenné a kis delfinemet, amilyen az a nő, akit igazán szeretnek, annak az embernek én a cipőjét is kitisztítanám, a hordárja lennék. Szobalányon révén tudom, hogy az a
Marseille nevű ficsúr. Vitvány kutya. Kedvem lenne kitekerni a nyakát. Hogy lehet nem szeretni ezt a remek nőt, ezt a fülemüle hangú, szobor termetű teremtést? Hová tette a szemét, hogy hozzá ment ahhoz az elszászi fatuskóhoz? Há, mindkettőjüknek szeretetre méltó, kedves férj kellett volna, de hát maguk feje után mentek. Goriot apó felmagasztasult Özsen szemében, aki még soha se látta őt így, az apai szenvedély tüzétől megvilágítva. Figyelemre méltó az érzelmek hatalmas befolyása az emberi természetre. Lehet valaki bármi közönséges, miért erős és igaz érzést fejez ki a belőle áradó különös flúdium. Megváltoztatja arckifejezését, élénkíti mozdulatait, színessé teszi a hangját. A szenvedély hatása alatt gyakran a legostobább ember az ékes szólás legnagyobb magaslatára lendül, ha beszédben nem is, de gondolatban, és olyan lesz, mintha valami tündöklő szférában lebegne. Goriot hangjában, mozdulataiban most megvolt az a sugallatos erő, amely a nagy színészek sajátja. De hát szép érzéseinkben nem az akarat költészete nyilvánul-e meg. Nos, talán nem esik önnek rosszul, ha megtudja, mondta Özsen, hogy leánya bizonyosan szakítani fog Mazzé gróffal. Ez a csinos ficsúr elhagyta, hogy Galatin hercegnő szegődjön. Magamról elmondhatom, hogy ma este beleszerettem Delfinbe. Ejha, mondta az öreg Goriot. Úgy van, és ő nem idegenkedik tőlem. Egy állóráig szerelemről beszélgettünk, és holnap után szombaton meglátogatom. Ó, mennyire szeretném önt, kedves uram, ha megtetszene neki. Ön jó ember, ön nem kínozná szegényt. Ha megcsalná, nyomban elvágnám a nyakát. Egy nőnek nincs két szerelme, tudja? Ja, hiszen ostobaságokat beszélek. Özsen úr, itt megfázhat, Istenem, hát beszélt vele. Mit üzent nekem? Semmit, gondolta Özsen, aztán fennhangon ezt válaszolta. Azt mondta, hogy gyermeki csókját küldi önnek. Isten vele, szomszéd, aludjék jól, szép álmokat. Az én szép álmaimat már meghozta ez az üzenet. Isten segítse minden óhajában. Ma este jó angyalomat láttam önben, aki felidézte előttem leányom arcát. Szegény ember, mondta magában Özsen, mikor aludni tért. A kőszívet is megindítaná. Leánya épp oly kevéssé gondolt rá, mint a török szultánra. Ezután, a beszélgetés után Goriot meghitt emberét, igaz barátját látta Özsenben. Másmód nem is volt arra, hogy az aggasztján valakivel emberi kapcsolatba kerülhessen. A szenvedély sohase téved számításba. Goriot apó most úgy vélte, közelebb jut Delfin leányához, jobb fogadtatást remélhet, ha Özsen elnyeri a báróné szívét. Egyébként szomszédjának elárulta egyik nagy keservét azt, hogy Nösszigenné, akinek ő naponta ezerszer kívánt boldogságot, nem ismerte a szerelem édességét. Özsenről úgy vélekedett, hogy egyike a legkedvesebb fiatal embereknek, akiket valaha látott, és olyannak tűnt fel előtte, mint aki megadná leányának mindazon örömöket, amelyeket eddig nélkülözött. A jó ember tehát barátságot kezdett érezni szomszédja iránt. Ez a barátság nőttön nőtt, és enélkül nem ismerhetné meg az olvasó történetünk végső fejleményeit.
Másnap a reggelinél az asztaltársakat meglepte az öreg Gorió érzelmessége, ahogy a mellette ülő Özsönre nézett, ahogy egy-egy szót intézett hozzá, miközben rendszerint gipszlárvához hasonló arcának kifejezése egészen megváltozott. Botrán, aki beszélgetésük óta először látta a diákot, most mintha olvasni akart volna a lelkében. Özsön este felmérte az eléje táruló széles távlatot. Botrán tervét emlékezetébe idézve most szükségképpen Tájfer kisasszony hozományára gondolt, és nem állotta meg, hogy ne úgy nézzen Viktorinra, ahogy a legerényesebb fiatalember is néz az olyan lányra, akire dús örökség vár. Pillantásuk véletlenül találkozott. A szegény lánykának persze tetszett Özsen az új ruhájában. Sokat mondóan összevillanó tekintetük Rastignacot meggyőzte arról, hogy Viktorin azzal a tétova vágyódással vonzódik hozzá, amely minden lányban felébred, amikor az első csábító külsejű férfi megakad a szeme. Megszólalt benne egy hang. 800 000 frank. De hirtelen visszatért előző esti emlékeihez, és az járt az eszében, hogy az előre megfontolt szenvedély, amely nasigennéhez fűzi. Jó ellenszere akaratlan rossz gondolatainak. Rossini szevélyei borbélyáltották tegnap, sohasem hallottam még ilyen gyönyörű muzsikát, mondta. De boldog is, akinek páholya van az olasz operában. Gorió apó röptébe kapta el ezt a mondatot, hogy egy kutya kapja a gazdája intését. Á, maguk férfiak, minden jóból kiveszik a részüket, mondta Vokéné. Mindent megtehetnek, amit csak akarnak. Hogy jött haza? Kérdezte Botrán. Gyalog. Én, folytatta a kísértő, nem érném be félelőmökkel. Saját kocsimban szeretnék színházba menni, saját páholyomban ülni, és kényelmesen hazajönni. Jelszavam, mindent vagy semmit. Nem rossz, jegyezte meg Vokéné. Gondolom, ma meglátogatja a nasigennét, szólt Özsen halkan Gorióhoz. Bizonyára tárt karokkal fogadja önt, és tömérdek apró részleteket akar majd megtudni rólam. Azt hallottam, a világon mindent megtenne azért, hogy unoka nővérem, Bazian Vicomte-né fogadja. Ne felejts el tudatni vele, hogy sokkal jobban szeretem sem, hogy ne igyekeznék megszerezni neki ezt az elégtételt. Rastignac septiben elment a jogi fakultásra. A lehető legrövidebb időt akarta eltölteni ebben a gyűlöletes épületben, majdnem egész nap kószált a gondolatoknak abban a lázában, amelyet jól ismernek a túlzott reményektől fölajzott fiatalok. Botrán okoskodásának hatása alatt éppen a társadalmi életről elmérkedett, amikor a Luxemburg kertben összeakadt Bianchon barátjával. Az orvosnál hallgató karon fogta, hogy a palota előtt sétáljanak. Miért vágsz ilyen komoly arcot? Kérdezte. Rossz gondolatok gyötörnek. Mifélék? Könnyű kigyógyulni a gondolatokból. Mi a módja? Az, hogy engedünk nekik. Nevetsz pedig, nem tudod, miről van szó. Olvastad Rousseau-t? Olvastam. Emlékszel arra a helyre, ahol azt kérdi az olvasótól? Mit tenne, ha meggazdagodhatna azáltal, hogy puszta akarattával, anélkül, hogy Párizsból kimozdulna, Kínában megöl egy mandarint? Emlékszem. Nos? Én már a 33. mandarinnál tartok. Ne tréfálj. Hatalommal biztos lennél benne, hogy ez lehetséges, és csak egy fejbólintásodba kerülne. Mit tennél? Nagyon öreg az a mandarin, de akár fiatal, akár öreg, akár agyalágyult, akár makkegészséges, én bizony. A fenébe szóval hát nem, a derékfiú vagy, Biasom. De ha úgy szeretnél egy nőt, hogy el tudnál kárhozni érte, és neki pénz kellene, sok pénz, ruházkodásra, meg kocsit tartásra, szóval minden szeszélyének kielégítésére.
Eszemet veszed, és azt akarod, hogy észnél legyek. Nos, Gianson. Bolond vagyok. Kérlek, gyógyíts meg. Van két húgom. Angyali szépek és szelidek. Azt akarom, hogy boldogok legyenek. Honnan vegyek nekik mától 5 éven belül 200 000 frank hozományt? Látod, vannak az életben körülmények, amikor nagyban kell játszani, és nem szabad filléres nyereségekre felhasználni szerencsénket. Mindenki előtt felmerül ez a kérdés, aki az életbe lép. És te karddal akarod elvágni a gordiuszi csomót, pajtás Nagy Sándor kell ehhez. Különben gályára kerül az ember. Én örülök annak a kis egzisztenciának, amelyet vidéken teremtek magamnak, ha majd egyszerűen apám örökébe lépek. Az ember a legszűkebb körben ugyanúgy kielégítheti hajlamait, mint a legtágabb területen. Napolán se ebédelt 2-szer egy nap, és nem lehetett több szeretője, mint egy medikusnak, aki a kapucinus kórházban gyakornokoskodik. A boldogság, kedvesem, mindenkor a talpunk és a fejünk búbja közt lakik. És akár 1 millióba kerül évente, akár 100 aranyba, lelki életünkre gyakorolt hatása ugyanaz. Én a kínai életben maradása mellett döntök. Köszönöm, Biasom. Jót tettél velem. Mindig jó barátok leszünk. Ide figyelj, folytatta az orvos növendék. Amikor Cuvier előadása után kimentem a füvészkertbe. Ott láttam Michonneau kisasszonyt és Poirier urat. Egy padon ültek. Nagy beszélgetésben egy úrral, akit a tavalyi zavargások alkalmával a képviselő asztályékán láttam. Úgy szemre afféle járadékból élő kispolgárnak látszik, de az a gyanúm, hogy titkos rendőr. Tartsuk szemmel ezt a kompániát, majd elmondom miért. Szervusz, ott kell lennem a 4 órai névsorolvasásnál. Mikor Özsen hazament, Goriot apu ezzel fogadta. Nézze, levelet hoztam tőle, ugye szép írása van. Özsen fölbontotta a levelet, így szólt. Uram, apámtól hallom, hogy szereti az olasz zenét. Szívesen látom szombat este a páholyomban. Josephine Fodor és Félix Pellegrini lép fel. Biztosra veszem, hogy nem utasít vissza. Nos igen, úr, velem együtt kéri, jöjjön hozzánk aznap vacsorára minden ceremónia nélkül. Elfogadja a meghívást, férjem örülni fog, hogy felmentve őt a házastársi kötelesség alól elkísér engem az operába. Ne is válaszoljon, csak jöjjön szívélyes üdvözlettel. D.D.N. Mutassa, mondta a jó ember, amikor Özsen végigolvasta a levelet. Ugye elmegy? Kérdezte a levelet szagolgatva. Milyen finom illata van. Persze, mert ujjai érintették. Egy nő nem akaszkodik ok nélkül egy férfira, mondta magában a diák. Csak fel akar használni, hogy visszaszerezze Marzét. Csak a harag késztetheti ilyesmire. Na, mondta Goriot, mire gondol? Özsen nem ismerte a hiúság tébolyát, amely akkoriban annyi nőt megszállt. Nem tudta, hogy egy bankárné a utat akar nyitni magának. A Saint-Germain negyedbe semmilyen áldozattól nem riad vissza. Abban az időben kezdte a divat az összes nők fölé helyezni azokat, akiket befogadtak a Saint-Germain negyed szűkebb társaságába. A Petit Chateau hölgyei közé, akik közt Bozianné vezetett egysorban 2 barátnőjével, Langé hercegnével és Montfornyőz hercegasszonnyal. Csak Rastignac nem tudta, mi dühös elszántsággal törtetnek a Chaussée d'Antin hölgyei ebbe a főrangú körbe, ahol a női nem elsőrendű csillagai ragyogtak, de a gyanakvás hasznára vált. Hidegé tette és megadta neki a szomorú hatalmat, hogy ő szabhat feltételeket, ahelyett, hogy feltételeket kellene elfogadnia.
Igen, elmegyek, mondta. Így a kíváncsiság vonzotta a naszigennéhez, míg ha az asszony keresztül nézett volna rajta, talán a szenvedély hajtotta volna hozzá. Mindamellett türelmetlenül várta a másnapot és az indulás óráját. Egy fiatalember első cselszövénye talán ugyanolyan varázssal hat, mint első szerelme. A siker biztos tudatából tömérdek boldogság érzet fakad. A férfiak nem vallják be maguknak, de némelyik nő attól szépül meg. A vágy egyformán született a diadal nehézségéből és könnyűségéből. Ez a két ok osztja fel a szerelem birodalmát. A férfiak minden szenvedélyét, vagy az egyik, vagy a másik szítja fel. Úgy tartja fenn. Ez a felosztás talán a vérmérsékletek nagy kérdéséből következik, amely bármit mondjanak is a társadalom döntő kérdése, míg a melankolikusok kívánják a kacérkodás izgatószerét, addig az idegesek vagy szamvénikusok föladják a harcot, ha az ellenállás túl sokká tart. Más szóval az elégiának ugyanúgy lényege a vértelen sápadság, mint a ditirambusnak a tüzes hév. Öltözkedés közben ezen élvezhette a fiatal emberek hiúságát. A csiklandó apró gyönyöröket, melyekről nem szokás beszélni, nehogy gúnyérje őket, mi alatt haját igazgatta, arra gondolt, hogy egy szép asszony pillantása éri majd ezeket a fekete fürtöket. Gyerekesen illegette magát, akár egy bálba készülő leányka. Elégedetten nézte, milyen jól feszül karcsú testén a frak. Annyi bizonyos, mondotta magában, hogy vannak rosszabb termetűek is. Amikor lement, a panzió törzs vendégei mind az asztalnál ültek. Ő derülten fogadta a bolondos hűhót, amit elegáns megjelenése váltott ki. A polgári panziók légköréhez tartozik, hogy megbámulják a választékos öltözéket. Aki új ruhát vesz fel, nem ússza meg, hogy ki, meg ne tegye rá a maga megjegyzését. Kezdte Bianchon nyelvével pöccintgetve szájpadlását, mintha lovat noszogatna. Főúri megjelenés, mondta Vokéné. Uraságod, hódításra indul, kérdezte Misonó kisasszony. Kukurikú, rikkantotta a festő. Tiszteljes, teljes üdvözletemet becsesnejének, szólt a múzeumi ember. Rastignac úrnak van neje? Kérdezte Poiré. De van ám, partiáru, vízálló, garantáltan színtartó, legújabb divatú kockás, mint a ára 25 és 40 között. Jól mosható, kellemes tapintású, félig gyapjú, félig pamut, félig cérna. Gyógyítja a fejfájást és a Királyi Orvos Akadémia által jóváhagyott egyéb bajokat. Pláne kitűnő gyermekeknek. Még jobb fejgörcs, felfúvódás, továbbá a nyeldeklő, a szem és a fülbetegsége ellen, kiabált Votren a csepürágók komikusan pergő beszédével és hangsúlyával. Mi az ára ennek a csodaszernek? Kérdik az urak. Két szó nem, ingyen kapható. A nagy mogul számára rendelt szállítmány egyik legértékesebb darabja, amelyet Európa valamennyi uralkodója látni akar, köztük a bádeni nagyherceg. Lehet, urak, lehet. Jobbra a pénztár zene. Csin, bum, csin, bum, 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 bum. Klarinétos, falsot fogtál, folytatta rekedtem. Majd a körmödre ütnek. Istenem, mihez kellemes ember, mondta Vokéné Kotronénak. Soha se unatkoznék a társaságában. Ez a komikus szónoklat nagy tahotára és tréfálkozásra adott jelt. Közben Özsen észrevette Tájfer kisasszony lopva ránéz, majd Kutronéhoz hajolva a fülébe súg valamit. Itt a kocsi, jelentette Szilvi. Hol vacsorászol? Kérdezte Bianchon. Nos igen, bárónénál, Gorjó úr leányánál, felelte a diák. E név hallatára minden szem a volt tésztagyáros felé fordult, aki irigy pillantással nézte Özsent. Rastignac a
Saint-Lazare utcában egy könnyed stílusban épült házba lépett. Igazi bankárház volt azok közül való, amelyek vékony oszlopaikkal, hitvány csarnokaikkal, költséges alkatrészek fölösleges halmazával, stukkókkal, mozaik díszítésű lépcsőházzal Párizsban a csinos fogalmát fedik. Nesigennét olaszosan kifestett kis szalomban találta, amelynek díszítése kávéházra emlékeztetett. A báron és szomorú volt. Titkolni igyekezett bánatát, cserifeszítése annál inkább érdekelte Özsent, mint hogy nem volt benne színészkedés. Azt hitte, jelenlétével felvidít egy nőt, és csüggetnek találta. Ez a csalódás bántotta önérzetét. Nincs sok jogom a bizalmához, hölgyem, szólt, miután nincselkedő modorban célzást tett az asszony levetségére, de mondja meg nyíltan, a terhére vagyok, számítok az őszinteségére. Kérem, maradjon, ha elmenne, egyedül lennék. Nos igen, a városban vacsorázik, nem szeretnék magamra maradni, szükségem van szórakozásra. Mi baja van? Ön volna az utolsó, akinek elmondanám, tudni akarom. Ha nem mondaná el, azt kellene hinnem, én is okozója vagyok titkos bánatának. Talán az. De nem házassági bajok ezek. Jobb az ilyesmit a szív mélyére temetni, hiszen megmondtam tegnap előtt, nem vagyok boldog. Az aranybilincsek a legsúlyosabbak. Ha egy szellemes, jól öltözött fiatalembernek, akinek 1500 frank ára semmit tevés van a zsebében, egy nő bevallja, hogy boldogtalan, az elbízza magát, és azt gondolja, amit Özsen mondott magában. Mi kívánni valója volna, válaszolt a diák, szép, fiatal, gazdag, van, aki szeresse. Ne beszéljünk róla, mondta az asszony bánatos fejmozdulattal, kettesben fogunk vacsorázni. Együtt hallgatjuk majd a leggyönyörűbb zenét. Tetszem magának? Kérdezte, megmutatva magát elegáns, perzsa mintákkal díszített fehér kasmír ruhájában. Elragadó. Szeretném, ha egészen az enyém lenne. Rosszul járna velem, szólt az asszony keserű mosolyjal. Itt semmi sem val bajra, pedig a látszat csal, a kétségbeesés határán vagyok. A bánat elveszi álmomat, megcsúnyulok, lehetetlen, mondta a diák, de kíváncsi vagyok, milyen fájdalom az, amit az odaadó szerelem ne szüntetne meg. Ó, ha elárulnám magának, menekülne tőlem. Most még csak a férfiak szokásos udvarló ösztönével szeret. Ha igazán szeretne, szörnyen kétségbe esne miattam. Láthatja, hallgatnom kell. Nagyon kérem, folytatta. Beszéljünk másról. Jaj, nézze meg a lakosztályomat. Nem. Maradjunk itt. Ellenkezett Özsen. Leült a tűz előtt álló kis kerevetre, Nesigenné mellé, és elszántan megfogta a kezét. Az asszony engedte, sőt, megszorította a fiatalember kezét olyan hévvel, mely erős felindulásra vallott. Hallgasson ide, szólt Rastignac. Ha bánata van, el kell mondania nekem. Be akarom bizonyítani, hogy saját magáért szeretem. Vagy beszél és elmondja fájdalmait, hogy eloszlassam azokat, még ha 6 embert kellene is megölnöm, vagy elmegyek és többé nem lát. Jó. Kiáltott fel az asszony egy kétségbe esett gondolat hatása alatt, a homlokára ütve. Rögtön próbára teszem. Igen, mondta magában. Nincs más mód. Csengetett. A bárókocsia be van fogva, kérdezte a belépő komornyiktól. Igenis, báróné. Azzal megyek el. Bárónak adja majd az én fogatomat. Vacsorát csak 7 órára szolgálja fel. Jön, szólt Özsenhez. Az ifjú azt hitte álmodik, amikor Nesigen báró kocsiában a báróné oldalán találta magát. Palais Royalhoz, szólt az asszony a kocsishoz. A Teatro France mellé. Útközben izgatottnak látszott, és nem válaszolt Özsen szapora kérdéseire. A fiatalember nem tudta, mire véje ezt a konok hallgatást. Egyszer csak megszökik mellőlem, gondolta. Amikor a kocsi megállt, a báróni olyan arccal nézett a diákra, hogy belé folytotta az esztelen ömlengéseit. Igazán szeret? Kérdezte Delphine. Igen.
felelte Özen, hirtelen támadt nyugtalanságát palástolva. Nem fog rólam rosszat gondolni, akármit kérek is? Nem. Kész nekem engedelmeskedni? Vakon. Játszott valaha? Kérdezte remegő hangon. Soha. Hála az égnek. Szerencséje lesz. Itt az erszényem fogja. 100 frank van benne. Ennek a boldog asszonynak egész vagyona. Menjen fel a játékházba. Nem tudom, hol vannak, de tudom, hogy az egyik itt van a Palais Royalban. Tegye fel a 100 frankot a ruletten. Vagy veszítse el az egészet, vagy hozzon nekem 6000 frankot. Amikor visszajön, elmondom a bánatomat. Vigyen el az ördög, ha egy mukkot is értek az egészből, de szót fogadok önnek. Mondta örömmel, mert ezt gondolta. Kompromittáltatja magát velem, semmit sem tagadhat meg tőlem ezután. Zsen elveszi a csinos erszényt, szalad a 9-es szám alá, miután egy ruhakereskedőtől megtudakolta, hogy a legközelebbi játékház itt van. Felmegy, odaadja valakinek a kalapját, belép és megkérdi, melyik a rulett. A törzsvendégek csodálkozása közben a teremszolga egy hosszú asztalhoz vezeti, valamennyi néző füle hallatára estelkedés nélkül megkérdezi, hova kell rakni a tétet. Ha egy aranyat tesz egyre, az 36 szám közül, s az a szám jön ki, 36 aranyat nyer, magyarázza neki egy őszhajú tekintélyes aggastyán. Özen az életkorát jelző számra, a 21-esre dobja az egész 100 frankot, még fel se ocsudott, amikor csodálkozó felkiáltást hallott. Tudtán kívül nyert. Vonuljon el a pénzével, tanácsolta az öreg úr, kétszer nem lehet nyerni ezzel a rendszerrel. Az öreg úr gerebje alakú lapátot nyújt neki, Özen elveszi, besöpri vele a 3600 frankot, és még mindig mit sem tudva a játékról, az egészet a vörösre teszi fel. A karzat irigykedve nézi, hogy tovább játszik. Megperdül a kerék, újra nyer, és a bankár még egyszer 3600 frankot vet neki oda. 7200 frankja van, súgja neki az öreg úr, hallgasson rám, és tűnjön el. A vörös már 8-szor jött ki. Ha van szíve hálából, a kapott jó tanácsért segítsen. Napóleon egykori megyefőnökén, aki végénységet szenved. Veszinyak Kábán tűri, hogy az ősz ember elvegyen tőle 10 aranyat, és még mindig nem értve a játékot, de elképedve a szerencsétől esiett a 7000 frankkal. Amikor a kocsi ajtaja becsukódott, megmutatta a pénzt Nosigennének. Tessék! És most hová visz? Kérdezte. Delfin örjöngve magához szorította, és hevesen, de szenvedély nélkül megcsókolta. Megmentett. Örömkönnyek peregtek végig az arcán. Mindent elmondok, barátom. Ugye barátom lesz. Gazdagnak nőrt engem, úgy látja, mindenben bővelkedem. Semminek hiával nem vagyok. Nos, hát tudja meg, nos igen, egy garast sem ad a rendelkezésemre, fizeti a háztartásomat, a kocsimat, a páholyaimat, amit a ruházkodásomra engedélyez, nem elég. Szánt szándékkal titkos nyomorba juttat. Sokkal büszkébb vagyok sem, hogy könyörögjek neki, hiszen az utolsók közt is az utolsó volnék, ha azon az áron szerezném meg a pénzét, amit kíván érte. Miért tűrném el a kifosztásomat én, akinek 700 000 frankom volt? Büszkeségből, sértődöttségből. Mi nők olyan fiatalok, olyan naivak vagyunk, amikor elkezdjük a házas életet, a szó, amellyel pénzt kell kérnem a férjemtől, fölsebezte volna a számat. Sosem mertem kiejteni. Mikor elfogyott a megtakarított pénzem, meg az, amit szegény apámtól kaptam, eladósodtam. A házasság számomra a legszörnyűbb csalódás. Beszélni sem bírok róla, elég, ha annyit tud, hogy kiugranék az ablakon, ha másképp kellene élnem Nosigennel, mint így, hogy mindegyikünknek megvan a maga külön lakosztálya. Kínszenvedés volt, amikor be kellett neki jelentenem fiatalasszony koromban,
ékszerekért, apró szeszélyekért csinált adósságaimat. Szegény apám ahhoz szoktatott bennünket, hogy semmit se tagadjunk meg magunktól. Végre összeszedtem a bátorságomat, bevallottam, hiszen nekem is volt vagyonom. Nos igen, tübe jött, azt mondta, tönkre teszem. Szörnyű dolgokat mondott. 100 lábnyira kívánkoztam a föld alá, mint hogy elvette hozományomat, fizetett. De azon túl olyan összeget szabott meg személyes igényeimre, amiben csak azért nyugodtam bele, hogy békességem legyen. Aztán eleget akartam tenni egy férfi hiúságának, akit ön is ismer. Ha megcsalt is, nem lenne szép, ha nem szolgáltatnék igazságot nemes jellemének, de végül mégiscsak méltatlanul elhagyott. Nem szabadna, hogy valaki elhagyjon egy nőt, akinek szorult helyzetében egy marék aranyat dobott oda. Örökké szeretnie kellene annak a valakinek. Ön 21 éves, szép lelkű, tiszta szívű fiatalember, azt fogja kérdezni tőlem, hogyan fogadhat el egy nő férfitől pénzt. Istenem! Hát nem természetes, hogy mindenünket megosztjuk azzal, akinek boldogulásunkat köszönhetjük? Amikor mindent odaadunk egymásnak, kit érdekel ennek a mindennek a egy részecskéje? A pénz csak akkor jelent valamit, amikor már megszűnt az érzés. Nem egész életre szól-e a kapcsolatuk? Ki látná előre a szétvállást, amíg abban a hitben él, hogy a másik igazán szeretni? Hogy lehetnének külön érdekei annak, aki nekünk örök szerelmet esküdött? Nem tudja, mit szenvedtem ma, amikor Nasigen kereken megtagadott tőlem 6000 frankot, holott ugyanannyit ad havonta a barátnőjének, valami kis balerinának. Azt hittem, menten megölöm magam. Tébolyult gondolatok kavarogtak a fejemben. Voltak pillanatok, hogy irigyeltem a cselédek, a szobalányom sorsát. Fölkeresem apámat, őrültség, Anasztázi, és én már kiszívtuk a vérét. Eladta volna magát, ha megérne 6000 frankot. Csak hiába ejtettem volna kétségbe szegényt. Ön mentett meg a gyalázattól és a haláltól, már egészen megszédített a fájdalom. Uram, tartoztam önnek ezzel a magyarázattal, hiszen látszólag oktalanul, balondosan viselkedtem önnel. Amikor az imént elment mellőlem, és én elvesztettem a szem elől, gyalog akartam futni, hová nem tudom. Minden második párizsi nőnek ilyen az élete. Kifelé fényüzés, a lélek mélyén kegyetlen gondok. Ismerek szegény teremtéseket, akik még nálam is szerencsétlenebbek. Hány asszony kényszerül rá, hogy hamis számlákat állítasson ki szállítóival, mások kénytelenek meglopni férjüket. Némelyik férje azt hiszi, hogy a 2000 frankos kasmír 500 frankért kapható, másik meg azt, hogy 2000 frankot ér az 500 frankos. Vannak szerencsétlen asszonyok, akik éheztetik gyermekeiket, és érre rakják a garast, hogy ruhájuk legyen. Én nem mocskolom be magam ilyen undok ámításokkal, még csak azt kellene, más nők eladják magukat a férjüknek, hogy uralkodjanak rajta. Én legalább szabad vagyok. Ha akarnám, nősz, igen, elhalmozna arannyal. De én inkább sírok, hogy olyan férfi keblére hajtjam a fejem, akit becsülök. Ó, ma este Mászénak nem lesz joga, hogy úgy nézzen rám, mint olyan nőre, akit megfizetett. Arcát két kezébe temette, hogy elrejtse könnyeit. Özen elvette a kezeit, hogy az arcában észessen, fenségesnek látta. Pénzt keverni az érzelmekbe nem borzasztó? Ön soha se szerethet engem, mondta az asszony. Özen megdöbbenve tűnődött el. Hogyan vegyülnek a nőkben az őket nagyjátevő jó érzések azokkal a hibákkal, amelyeket a társadalom mai szerkezete kényszerít rájuk? Szerint vigasztaló szavakat mondott és elámult, mi gyermekes oktalanság nyilatkozott meg a szépasszony fájdalmas kitörésében.
Ígérje meg, hogy ezt nem fogja ellenem fegyverül használni. Ó, asszonyom, képtelen volnék rá. Devi megragadta Rastignac kezét, és hálálkodó, hízelgő mozdulattal a szívéhez szorította. Most ismét szabad és vidám vagyok, és ezt önnek köszönhetem. Valami vaskéz nyomás alatt éltem, most egyszerűen tékozlás nélkül akarok élni. Tetszem-e majd önnek, barátom, ha ilyenné leszek? Ezt tartsa meg, mondta, és csak 6 bankjegyet vett el. Tulajdonképpen adósa vagyok 1000 tallérral, mert úgy gondoltam, mintha felesbe játszanánk. Jean szemérmesen szabadkozott, de amikor a bároné azt mondta neki, ha nem akar cinkosom lenni, ellenségemnek tekintem, elvette a pénzt. Jó lesz tartaléknak baj esetére. Ettől a szótól féltem, mondta elhanyányodva a bároné. Ha azt akarja, hogy jelentsek valamit magának, esküdjék meg, hogy soha többé nem játszik. Szent Isten, hogy én legyek a megrontója, megölne a bánat. Megérkeztek. A nyomor és a bővelkedés kiáltó ellentéte elkábította a diákot. Újból fülébe csengtek Vautrin bajós szavai. Üljön ide, szólt a bároné, amikor beléptek a szobájába, és a kandalló mellett álló kis kerevetre mutatott. Nagyon nehéz levelet kell megírnom, adjon tanácsot. Ne írjon. Tegye borítékba a pénzt, szímezze meg, és küldje el a szobalányával. Maga nagyszerű ember, uram. Ez az, ha jó nevelést kapott valaki. Szintiszta Bozean gondolkodás, szólt mosolyogva a báróné. Elragadó teremtés, gondolta Özsem. Egyre jobban tetszett neki az asszony. Körülnézett a szobában, ahol egy gazdag, kurtizán, kélyes eleganciája élt és lélegzett. Tetszik? Kérdezte Delfine, és csengetett a szobalánynak. Terez, vigye ezt a levelet Mászi úrhoz. Adja saját kezébe. Ha nem találja otthon, hozza vissza. A lány az ajtóból gúnyos pillantást vetett Özsenre. Jelentették, hogy tálalva van. Rastignac karját nyújtotta Nassigennének. Az ebédlőben ugyanaz a fényűzés tárult elé, amelyet unokanővérénél megbámult. Az olasz opera napjain, mondta a báróné, hozzám jön vacsorára, aztán elkísér. Úgy megszoknám ezt a kellemes életet, mintha örökké tartana, de én szegény diák vagyok, meg kell alapoznom a jövőmet. Meg lesz az is, nevetett Delfin. Látja, milyen szépen rendbe jön minden. Nem hittem volna, hogy ilyen boldog leszek. A nők természetében rejlik, hogy lehetségesnek tartják a lehetetlent, és a tényeket sejtelmekkel nyomják el. Amikor Rastignac társaságában belépett a páholyban a szigenné, oly szép volt a belső elégedettségtől, hogy az emberek rögtön lecsaptak rá azokkal a kis rágalmakkal, amelyek ellen a nők védtelenek, és amelyeknek gyakran merő kitalálás az alapjuk. Ha ismerjük Párizst, semmit sem hiszünk el abból, amit a párizsiak beszélnek, és semmit sem mondunk el abból, amit csinálnak. Özsen megfogta a báróné kezét, és többé-kevésbé erős szorítások jelbeszéde útján közölték egymással a zene hatására támadt érzelmeiket. Mámorba ringatta őket ez az est. Együtt távoztak, és Nassigenné egészen az új hídig el akarta vinni Özsent. De egész úton megtagadta tőle, hogy megcsókolja, holott a Palais Royalnál még hévvel össze-vissza csókolta. Özsen szemére vetette, hogy miért ilyen következetlen. Akkor a hála volt, nem remélt készségéért, mondta Delfin. Most azonban ígéret volna. És
Semmit sem akar nekem ígérni, hálátlan, meg volt bántva. Delfin a férfiakat elbájoló türelmetlen mozdulattal nyújtotta csókra a kezét és mulatott Ezen rossz kedvén, ahogy ezt a mozdulatot fogadta. Hétfőn a bálban, mondta búcsúzóul. Ezen gyalog bandukolt tovább a szendehold világban, és komoly töprengésbe merült. Boldog volt, de ugyanakkor elégedetlen. Boldog a kalandja miatt, mert ennek valószínű fejleményeitől remélte, hogy elnyeri vágyait, tárgyát, Párizs egyik legszebb, legelegánsabb asszonyát, de elégedetlen, mert úgy látta, hogy vagyonszerzésre irányuló tervei felborulnak. Ekkor érezte, hogy Tétova gondolatainak, melyekbe két nappal előbb elmerült, valóságos alapja van. A sikertelenség mindig fokozza törekvéseink erejét. Mennyire jobban élvezte Özsön a párizsi életet, annál inkább ki akart emelkedni az ismeretlenségből és szegénységből. Zsebében gyűrögette az ezres bankót, és nyakatekert okoskodásokat eszelt ki, hogy megtarthassa magának. A Neuve-Saint-Genevieve utcában, amikor már a lépcsőn hallott, fölfelé világosságot látott, Goriot apu nyitva hagyta az ajtaját, gyertyáját nem oltotta el, nehogy a diák elfelejtse neki, mint mondotta, elmesélni a leányát. Özsön semmit se titkolt előle. Úgy. Azt hiszik, tönkre mentem. Tört ki Goriot papából a féltékenység. Pedig még van 1300 frank jövedelmem. Istenem, miért nem jött hozzám, szegény kicsikém? Eladtam volna a papírjaimat, elvettünk volna a tőkéből, és a maradékból vásároltam volna magamnak évjáradékot. Kedves szomszéd, miért nem értesített? A lányom pénzavaráról volt szíve kockára tenni a nyomorult 100 frankocskáját. Meg kell a szívnek hasadni, ó, azok a vők! Csak kapnám a kezem közé, de megszorongatnám a nyakukat, ó Istenem! Sírt, szegénykém, sírt! Mellényemre borulva. Ó, adja nekem azt a mellényt! Csak ugyan leányom könnyei áztatták, drága Delfinem könnyei, aki kiskorában sose sírt. Másikat veszek önnek helyette. Ne hordja többé, adja nekem. A házassági szerződés szerint vagyonának haszon élvezete őt illeti. Holnap fölkeresem Derville ügyvédet, megbízást adok neki, hogy emeljen kifogást a vagyon kezelése ellen. Ismerem a törvényeket, fém farkas vagyok már. De ha kell, vannak még fogaim. Itt van 1000 frank, amit leánya nyereségünkből nekem akart adni. Tegye el az ő számára a mellény zsebébe. Goriot ránézett Özsönre, megszorította a kezét, és könnyet hullatott rá. Sikerre lesz az életben, mondta az öreg. Higgy el, Isten igazságos. Én tudom, mi a becsületesség, merem mondani, önhöz hasonló becsületes ember kevés akad. Akar ön is az én drága gyerekem lenni. Menjen aludni. Még alhat, mert még nem apa. Azt kell hallanom, hogy ő sírt, én pedig hülye fejemmel nyugodtan ettem itt, mi alatt ő szenvedett. Én, aki eladnám a Szent Háromságot, hogy lányaimat egy könyvtől megkíméljem. Igaz hétemre, gondolta Özsön lefekvés közben. Azt hiszem, tisztességes ember maradok egész életemben. Tiszta gyönyörűség lelkiismeretünk sugallatára hallgatni. Talán csak azok cselekszenek titokban jót, akik hisznek Istenben, és Özsön Isten hívő volt. Másnap a bál órájában Rastignac elment Bozeonnéhoz, aki magával vitte, hogy bemutassa a Carigliano hercegnénak. A legnyájasabb fogadtatásban részesült, a marsalnénál viszont látta a szigennét. Delfin azzal a szándékkal csípte ki magát, hogy mindenkinek tessék, és ezáltal csak még jobban tessék Özsönnek. Türelmetlenül leste a fiatalember pillantását abban a hiszemben, hogy türelmetlensége senkinek sem tűnik fel.
Gyönyörrel teljes az ilyen pillantás annak, aki tudja egy nő érzéseit kitalálni. Ki nevelte volna gyakran a kedvét abban, hogy halogatja a megnyilatkozását, kacérül leplezi saját gyönyörét, vallomást keres az általa fölidézett nyugtalanságban, élvezi a szorongást, melyet egyetlen mosolyával eloszlathat. A vállon a diák egyszerűen felfogta helyzetének jelentőségét. Ráeszmélt, hogy ér valamit ebben a társaságban, mint Bozé Anné elismert unoka testvére. Az emberek elintézettnek vették, hogy Nosigen bárónét meghódította. Ez annyira kiemelte, hogy a fiatal emberek mindig irigy pillantásokat vetettek rá, és ő benne az önteltség gyönyörre ébredezett, amikor elkapott egy-egy ilyen pillantást. Ahogy átment egyik szalomból a másikba, és csoportokon tört keresztül, hallotta, hogy szerencséjét emlegetik. A nők mind sikerrel bíztatták. Delfin, mivel félt, hogy elveszíti, erre az estére megígérte neki azt a csókot, amelyet két nappal előbb a világért sem akart megadni. Rastignac a bál folyamán több meghívást kapott. Unoka nővére bemutatta néhány hölgynek, akik mind elegánsnak számítottak, és közismerten kellemes otthonnal rendelkeztek. Özsen azon vette észre magát, hogy felkapták Párizs legelőkelőbb és legszebb társaságában. Ez az estét tehát a ragyogó kezdet varázsával nyűgözte le, és még öreg napjaiban is visszaemlékezett rá, ahogyan egy leány sem felejti el azt a bált, amelyen diadalt aratott. Mikor másnap reggeli közben a panzió lakóinak füle hallatára elbeszélte sikereit Gorió apónak, Votren ördögén elmosolyodott. És még azt hiszi, kiáltotta a kérlelhetetlen logika embere, hogy egy divatba jött fiatalember lakhat a Neuf Saint-Genevieve utcában, a Vokéházban, amely minden tekintetben nagyon tiszteletre méltó panzió, de éppenséggel nem mondható elegánsnak. Takaros hely, sokféle népségben bővelkedik, büszke lehet rá, hogy pillanatnyilag egy Rastignac úr hajléka, de mégiscsak a Neuf Saint-Genevieve utcában van, és nem ismeri a fényűzést, mert tisztára patriarkaloráma. Fiatal barátom, folytatta Votren gúnyos apai felénnyel, ha Párizsban valaki akar lenni, kell, hogy három lova legyen, délelőtt kis bricskában, este hintóban mutatkozzék, ez összesen 9000 frank, csak a járművekért. Méltatlan volna a sorsára, csupán 3000 frankot költene a szabónál, 600-at az illatszerésznél, 100 talért a cipésznél, 100-at a kalaposnál, egyedül a mosónője 1000 frankba fog kerülni. Egy divatos fiatalember nem lehet meg bőséges fehérnemű készlet nélkül, hiszen azt nézik rajta a leggyakrabban. A szerelem akár csak a templom szép terítőket kíván az oltáraira. 14 000-nél tartunk. Nem beszélek arról, amit a játékasztalnál a turfon ajándékozásban fog veszíteni, és legkevesebb 2000 frankot kell számítani a zseppénzre. Én éltem ilyen életet, tudom, mik a költségei. Ezekhez az elsőrendű szükségletekhez járul 300 arany a kosztért, 1000 frank a kvártéért. Így hát, fiacskám, vagy évi 25 000 frankocska van a zsebünkben, vagy szégyenszemre a sárba pottyanunk, s bottal üthetjük a jövőnk sikereinek, a szeretőink nyomát. Megfeledkeztem a komornyikról és a gromról, talán Krisztoffal akarja küldözgetni a szerelmes leveleit, és olyan papírosra írná azokat, amin őt most használ, kész öngyilkosság lenne. Ne higgyen egy tapasztalt öreg rókának, mondta mély hangjának, nyomatékával. Vagy erényes manzárt szobába száműzi magát,
és a munkával házasodik össze, vagy más útnak vág neki. És Votren ráhunyorított Taillefer kisasszonyra, hogy ezzel a célzatos pillantással eszébe juttassa Eugène-nek a csábító okoskodásokat, amelyeket a szívébe plantált, hogy megrontsa.